Dr. Zahár Gábor főorvos, a Péterfi Sándor utcai kórház klinikai toxikológiai osztályának vezetője a Vitalitás vendége. Jó napot kívánok! Szép napot kívánok! Statisztika. Az emberek szeretik a számokat. Föld. 7 milliárd lakosából 200 millió ember droghasználó. Havi rendszerességgel 110 millió ember fogyaszt tudatmódosítószert, kábítószert, 25 millió ember drogfüggő. Tisztázzunk valamit. A droghasználat egyenlő a drogfüggőséggel? Szó nincs róla alapvetően, és erre aztán nagyon egyszerű példát lehetne elmondani, hogy képzeljük el azt, hogy adott egy 15 éves vagy 16 éves kamasz gyerek, aki elmegy a buliba, és kérdés, fog-e alkoholt fogyasztani? Hát előfordul, mint hogy velem is előfordult, sőt az is időnként előfordul, hogy mondjuk megszegi a keretet, és mondjuk prút állapotban lerészegedik. Vajon ebből a kamasz gyerekből alkoholista lesz-e? Ha azt gondolnánk, hogy minden olyan kamasz gyerek, aki részeg volt, ebből minden alkoholista lenne, akkor Magyarországon ma nem 550 ezer lenne a hím nemű alkoholistáknak a száma, hanem 4 millió 300 ezer. Magyarán szólva, attól, hogy valaki kipróbálja a szert, az nem jelent egyenlőt a függőséggel. Ugye ma már a függőséget nagyon jól körbe tudjuk írni. Egy olyan betegség, hangsúlyozom, betegségről van szó, aminek vannak testi és pszichés tünetei, megvannak ugye a szer utáni sóvárgás, az elvonási tünetek, a sajátságos belső értékrend átalakulás. Mindent megtesz valaki a szerért, és most amikor arról beszélünk, hogy függőség, akkor itt nem csak mindig ezekről a klasszikus értelmet rossz függőségről, kábítószer, alkohol, gyógyszer, nikotin, koffein függőségről kell beszélni, hanem hány olyan függőség van, amivel együtt élünk. Az evés függőség, a vásárlási szenvedély, a csokoládé függőség, az edzés függőség, a szex függőség, a szolárium függőség. És még folytathatnám tovább, hogy hányféle függőségünk van. Én úgy gondolom, hogy Magyarország a 10 millió függő országa. Valamiféle függősége mindegyikünknek van. Kérdés az, hogy tudunk-e ezekkel a függőségeinkkel úgy együtt élni, hogy ez mondjuk valahogy a kereten belül tudjunk valójában maradni. Az átlagos laikus felnőttek azt gondolják már, mint a droggal kapcsolatban, hogy a kábítószer arról szól, hogy a fiatalokat elviszi a rendőr, betegek lesznek, ne agyisten meghalnak. Mi a drog? Igazándiból egy útkeresés nagyon sok embernél. Nem tudja, hogy mi várja valahol, ahova ezek a tudatmódosítószerek eljuthatják. És joggal merülhet fel a kérdés, hogy vajon szükségünk van-e arra, hogy a saját tudatállapotunkat feszegessük. Volt nekem egy kedves betegem, aki azt mondta, hogy azt mondja, figyeljen, azt mondja, betolok egy jó kis halucinogén szert, kis gombát, vagy LSD-t, ülök a holdon, lóbálom a lábamat, és ugye a kezemmel nyitogatom, csukogatom az ajtókat a földön. Ez tök jó. Mondom, oké. Mondom, idáig ez rendben is van. És mondom, mi van akkor, ha egyszer a hold túloldalán köt ki? Akkor baj. És innentől kezdve ez a gáz, hogy most gondoljunk vele abban az ideális pillanatban. Itt vagyunk ma Magyarországon, közelg a tél, ugye nem igazándiból topon van ma az ország, nem arról van szó, hogy az ember mindenhol vidám, jókedvű embereket lát, stb. Ha mondjuk tudnánk azt, hogy mondjuk az A nevű tudatmódosítószer mindenkinél kizárólag pozitív eredményekkel fog járni, akkor péntek este 6-kor Magyarországon kiosztanánk 10 millió adag A-t, 18:00 perckor 10 millió magyar lenyelné, kifejtené a hatását, és reggelig baromi jól éreznénk magunkat, és lenne egy jó 12 óránk. Na most maradjunk meg a realitásoknál, ne nevezzük nevén az A-t, de mondjuk a 10 millió magyar honpolgárból körülbelül olyan 1,5-2 millióan drogindukált a pszichózissal kórházba kerülnek, pár százezren valószínűleg meghalnának, mert úgy gondolnák, hogy ők tudnak repülni, esetenként bármi egyéb fantasztikumokkal felszerelkeznének, ami ugye hát a fizika törvényei ebbe a történetbe beleszólnának. Lenne tagadhatatlan olyan is, aki tök jól érezni magát ebbe az egész történetbe. Lennének olyanok, akiknek rémálmaik lennének, és mondjuk egy végtelen lépcsőn járkálnának, jég alá csúsztának, kígyóverembe esnének, stb. Szóval olyan nincsen, hogy én még a legnagyobb odakoncentrálás, legnagyobb lélektisztítás, meditáció után is elindulok egy ösvényen, és ki fogok lukadni oda, ahol fák, virágok, fény, mókusok labdáznak, és így tovább, és így tovább, mert lehet, hogy idáig oké, megyek előre, majd hirtelen elmegyek balra, és ott két medve fog várni. Szóval az az igazság, hogy ennyire még nem ismerjük a saját És kényeket. Hogyha a néző azt hinné, hogy doktor úr sarkosít, én nem vagyok drogfogyasztó, kifejezetten ellenzem, de azért ezt egy minimális tájékozottság az ember tudhatja, hogy van ilyen, hogy várja a medve. Tehát ezek a parák, nem véletlenül használják ezt a szót, abszolút. Ez egy valós fogalom. Ez így van. Ez egy nagyon valós fogalom, és akkor aztán takaró alá bújás, reszketés, benn vagyok a sátorban, mi van kint, tehát itt aztán csúnya. És még akkor is, hogyha csak egy spangliról van szó, csak egy marihuana cigarettáról, ami sokan azt mondják, hogy mit nekem az a marihuana cigaretta? Nem.
Marihuana egy cigarettáról, magáról ugye a kémiai anyagról, a delta 9 tetrahidro kannabinol nevű cuccról nagyon-nagyon sokat megtudtunk az elmúlt egyébként pár évben. Egyébként ez a piacvezető, a fő? Darabra, igen. Az ára, tehát ez 1300 forintos gramm, darabra, a mozi egy ár, darabra. Ez viszi volna. Darabra, hát belegondolunk abba, hogy körülbelül olyan 350 ezeren használnak egy átlag hétvégi napon Magyarországon tudatmódosító szert, ebből körülbelül olyan 200 ezeren használatnak marihuánát, vagy valamilyen szintetikus kannabinoidot. Hiszen ugye ma már nem azokról szól a kábítószer piac, hogy marihuána, amfetamin, metamfetamin, heroin, kokain, LSD, gomba. Ma már a piac azt kell, hogy mondjam, hogy nem is tudok, nem is 360 fokkal, hanem rengeteg-rengeteg fokkal kiszélesedett. És például az Európai Unióban az elmúlt 3 évben több mint 300 új tudatmódosító szert regisztráltak, ami eddig esetenként tök újdonság volt. Lehet, hogy valamikor ezek előkerültek, ezek a szerek gyógyszerkísérletek során, de ma ugye elárasztották a piacot az úgynevezett designer típusú szerek. Mit mond, még egy picit maradjunk a fűnél, mit mond azoknak a fiataloknak, aki úgy gondolkodik, hogy hát ez csak fű, kérem szépen, hogy én ez csak hétvégén, hogy én szintetikusat soha. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez jó, hogy legalább ezt mondja. De ez mentegetőzés okay, valahol, nem? Oké, rendben van. Elmész a buliba, elszívod a spanglit, és akkor tök jó lesz a dolog, nem? Mi lesz? Színek, fények, hangok, röhögünk, minden nagyon klassz, olyan laza, rastafáriként elrepültünk a világba, minden nagyon jó. És mi van akkor, ha jövő héttől, amikor ugyanúgy csak ezt a spanglit szívod el, és ugye nem jön a rendőr, meg nem ülsz be autóba, és nem golyózol ki 6 embert a busz megállóba, és így tovább, egyszer csak az a fal, ami eddig kifelé nőtt, és tágult, és izé, egyszer csak ülsz ott a szobában, és érzed, hogy nyomagyon, és dől rád, és dől rád, és dől rád, és tökéletesen megágyazhat egy pánikbetegségnek, olyan pánikromot lehet kapni a spanglitól, hogy az csak na. Nem beszélve arról, hogy a rendszeres, akár heti, vagy akár havi kétszeri marihuána fogyasztás kapcsán ma már megjelennek testi tünetek, és például Angliában megnövekedett a késői kamaszkori 17-18 éves korú skizofréniáknak a száma. Ugye a skizofrénia az a 20-as évek elejének a betegsége. Mi okozta ezt? Nem azért, mert kors nemzet az angol, szó nincs arról, hanem azért, mert szerhasználat, marihuána használat azokból, akiknél lehet, hogy soha az életben nem jelent volna meg ez a betegség, ezt előhozta, és bizony 10%-kal több a fiatalkorú skizofrén, és ez már nagyon-nagyon sok. És mindez a marihuánának köszönhető. Ha nem szívta volna, lehet, hogy tök jól elért volna az élete végéig, és nem lett volna semmilyen fajta betegsége, de a szerek azért ilyen dolgokra is képesek. Nagyon gyakran kiszámíthatatlanok ezek a történetek. Ami még népszerű, ezen kívül azok a bizonyos designer drogok, amiről beszéltünk, Kata, Gina, hogy nevezzük nevén például őket, ez legenda vagy valóság? Tehát mit mond azoknak a fiataloknak, megint csak így kezdem a kérdést, akik elmennek szórakozni hétvégén, de jó, végre együtt vagyunk, barátok, barátnők, miért pont az én italomban raknának ilyet? Miért zárt üveggel kérjek én? Ugyan már, hát miért pont én? Nagy számok törvénye. Igen, ez is egy érdekes dolog, hogy alapvetően ez a hír érdekli a médiát. És ezért van ez ennyire népszerű helyen, mert most valakinek beletesznek az italába valamit, elkábítják őt, kirabolják, erőszakot követnek el rajta. Nem is egyszer, az egy hír. Azt le lehet hozni az első oldalon. Ezt le lehet hozni az első oldalon. Most az, hogyha Józsika elmegy a buliba, és mondjuk tol magának egy kis dzsinát, és a dzsinától felborul, mint kandisznó a hóba, és kivágják őt a szórakozó hely elé, és ott fog feküdni hajnali 3-kor, és az éjjel alajáró, idézőben jótét lélek, nem a mentőt fogja hozzá hívni, hanem megnéz, hogy van-e nála mobiltelefon, hitelkártya, akkor ettől a pillanatok között fogja ez érdekelni a nyilvánosságot? Nem. Ebből van a mennyiség, de az, ha valaki ilyen megtörtént, és igen, ilyen meg szokott történni, az tagadhatatlan. De messze nem olyan mennyiségben, ami mondjuk akár ilyen rendszeres média megnyilvánulást okozhatna. Nem beszél arról, hogy ez egy tök jó védekezés a gyerekek szempontjából. Én nem emlékszem semmire, nekem beletettek valamit az italomba. És ilyenkor mondjuk megmutatjuk a szülőnek, aki jön kardot ránt, hogy a gyerekemet elkábították, én följeltem a szórakozóját, fölrobbantom, elköltözünk a Marsra, és így tovább, akkor meglengetjük előtte a 16 és fél éves gyereknek a 3000-es véralkohol szintjét, és azt szoktam mondani, igen apuka, tettek bele alkoholt. De volt benne más. De az első kettőre emlékezett, mert a 16 éves kamaszgyerek az első két piára emlékezik, a harmadikra már nem fog, a negyedik meg búvárital lesz, az úgyis előtör majd belőle. Szóval nagyon sokszor mondjuk, de sokkal-sokkal kevesebbszer fordul elő ez a valóságban. Akkor beszélünk olyanról is, ami a médiában nem biztos, hogy téma. Magyarországon 20-22 ember hal meg drog miatt. Ez önmagában szerintem nem sok. Gondolhatnánk azt, hogy nincs is ezzel semmi gond. Amiről szerintem kevesebbet beszélnek, azok a járulékos dolgok. Tehát, hogy hány család megy tönkre amiatt, mert nem kevés számú, de ugyan létező számú drogfogyasztó van. Hazugság,
adósság. Mi a holdudvara a drognak? Jelentős. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha csak azt nézzük, hogy a 18. életvégéig eljutó fiatalok 50%-a kipróbálja. Ez persze nem azt jelenti, hogy ő bent van a holdudvarban, hanem azok a mondatok nagyon gázak, amikor időnként mondjuk egy gyerektől azt hallom, hogy mikor elhangoznak a miértek, és az a válasz van, hogy figyeljen, végre jól éreztem magam. Most belegondolunk ebbe a történetbe, hogy miről is szól neki a hét. Hét áll 168 órából, 150 óra mi, élem a pszichoszociális gettóba az életem. Iskola, délután, otthon, számítógép, veszekedés, blablabla. De majd hétvégén, amikor elmegyünk, és betoljuk, és 18 olyan órám lesz, hogy az tök állat, ez az, ami számára jelent valamit. És ezek mögött, a történetek mögött mind megtaláljuk azokat a családi elsivárosodásokat, a kommunikáció hiányt, az egymásnak háttal való kommunikációt, és valami miatt ez megjelenik, ez a dolog. Mert az, hogy mondjuk egy gyerek tök normális családban, tök jól élve, jó kommunikációval, most elmegy egy buliba, és kipróbálja a marihuánás cigarettát, fog ez számára veszélyt jelenteni? Nagyon kicsi az esélye, hogy emiatt kórházba kerülne. Nem. És nem is kell ebből különösebb következtetés levonni, de amikor azért, hogy ő megváltoztassa úgy magát, hogy végre akkor az a pár óra jelentsen számra valamit, mert a többi a semmit nem ér, ez megint mire utal vissza? Azokra a nagyon komoly kommunikációs problémákra, amelyekkel ma találkozunk a családokban, azok a, és ez most nem a megélhetésről, meg nem a pénzről szól, hanem sima, egyszerű családon belül kommunikáció, amelyek nem működnek ma egész egyszerűen. Emberek élnek egymás mellett, úgyhogy nem ismerik egymást. Megszoktam időnként kérdezni a szülőktől, hogy tessék mondani, ismeri ön a gyerekét? Persze, hogy ismerem. Meg a tajszámát is tudom. Ez persze nagyon fontos dolog, mert legalább ugye a gyerek nem szokta tudni a saját tajszámát. Így legalább finanszírozottá válik, és azért mondom, rendben van. És mondom, mikor tetszett beszélgetni vele utoljára? Tegnap. Megkérdeztem tőle, hogy mi történt az iskolában, és így több, és mondom, nem erre gondoltam, kérdése. Hogy beszélgetni, és akkor visszakapom a kérdést, miről? Mondom, hogy miről? Időjárásról, pasikról, csajokról, moziról, könyvről, fociról, kézilabdáról, politikáról, akármiről, amikor egyenrangú partnerként kommunikálunk. Mert a gyerek másképpen látja a világot, mint én, nagyon-nagyon másképpen, és biztos, hogy mindig nekem van igazam? Szerintem nem. Aki túléli ezt az értelmetlen kalandot, mondjuk belecsapott a lecsóba, a kórházba kerül, vagy hosszú éveken keresztül, akár csak függő, milyen lesz morálisan, egészségügyileg, lelkileg, milyen lesznek a fogai, a szervei, és most a doktor urat kérdezem. Hát ha már fog, akkor ugye itt a metamfetaminre gondol mindenki, igen. Ugye ez a bizonyos Matt Mouse című történet, ugye a fogcsikorgás miatt tönkre megy, igen, az jellemző, de hát nekem is sok olyan betegem volt, aki ma már ugye nem a betegem, és mondjuk az életében volt egy kábítószer karrier, és mondjuk működőképes lett az élet. Ez nem azt jelenti, hogy akkor a te életed, fiam, eleve elrendelődött, és most a börtönbe, és akkor meghalt. Nemzőképes, működőképes. Tehát... Megmaradnak, szóval vissza lehet térni. Jó, világos, lesznek olyanok, akik azért valamiféle egészségkárosodással kerülnek ki, főként esetleg a vénás használók, de mondjuk az egy picit külön kaszba tartozik. De az, hogy most valaki időnként havonta egy-két spanglit elszív, hát most belegondolok abba, hogy a típusos szerhasználó, és bocsáss meg, hogy ezt mondom, az pont olyan, mint mi vagyunk. Szóval az nem olyan, hogy aki ott áll mondjuk a Moszkva téren, a metróból kijövő, és odajön, és adjam egy 50-es, és a nénitől elveszi a táskát, gyerektől mobiltelefont, pontosan ugyanúgy néz ki a típusos szerhasználó, mint bármelyikünk. És ugye, megmondom őszintén, hát én, aki elég sok ilyen emberrel találkoztam, szóval nem tudom így a velem szemben jövőről megmondani, hogy hát ez egy THC függő. A 20 000 drogfüggő fele marihuana függő. És ugye ő nem fog autót feltörni, stb. Lehet, hogy ő egy középvezető, mondjuk egy multi cégnél, és mondjuk naponta elszív két spangli. Működik az élete? Működik az élete. Mondjuk mindaddig, amíg kocsiban nem ül, mondjuk. De nem fog, szóval azért erre ők vigyáznak, azt kell, hogy mondjam. Szóval ez nem arról szól, hogy most elszívom, és aztán gyerünk bele, és akkor tényleg kuglizik itt-ott embereket ki. Abszolút. Ez van ilyen, előszokott ilyen fordulni, ez tagadhatatlan, de nem ez a tipikus. Tipikus történet, hogy este elszívja a kis spangliát, és ott áll kint ugye a társasházban, az erkélyen, beszélget, mellette áll mondjuk a másik ember, aki a normál cigijét szívja, megbeszélik a meccset, a filmet, amit a tévében láttak, bármit is, jó éjszakát elmegy. Gondolná a szomszéd, hogy egy marihuána függővel beszélgetett? Hát abszolút nem. Szó nincs róla. És én azt kell, hogy mondjam, hogy ezek közül nagyon sok olyan van, aki úgy kerül túl ezen az egész problémán, hogy semmi gond nem lesz, de elég sok olyan e-mailt kapok, amiben ugye már nem szerhasználok, még mindig a parákról, még mindig a rémálmokról. Szóval nem múlik el nyomtalan ez a történet. Azt kell, hogy mondjam, van, akinek mázlia van, van, akinek nincs. De az a gáz, hogy ezt előre nem tudjuk megmondani. Hát, ha tudnám, hogy nem lesz semmi bajom, hát akkor nagyon vagány lenne, világos, lenne. Akkor baromi mindent fölvállalnánk, de ezt nem tudjuk. És pont ez vonatkozik ma az új szerekre is,
amit itt az előbb említette, hogy mondunk mindenféle fantázianeveket, mi van mögötte? De nem tudom. Megveszek egy tablettát, egy port, egy folyadékot. Valakitől. A csávó azt mondja, hogy figyelj, ez penta, ez kristály, és akkor az micsoda? De nem tudom megmondani. És ez baromi nagy felelőtlenség. Magyarán szóval úgy használok valamit, hogy nem tudom, hogy ez valójában micsoda. Elmegyek a boltba, azt mondom, kérek két pár virslit. Kapok egy dobozt, kifizetem a két pár virslit, hazamegyek, kibontom, van benne egy fél pár virsli, van benne két darab fa és egy csofatag debreceni. És a körülbelül 25%-os a találati valószínűség annak, hogy a csávó azt mondja, hogy ez penta, hogy ez valójában pentilon, és nem még 34 féle hasonló szerkezetű, picit más hatású szerről van. Mert hogy ez üzlet, és ne felejtsük el, hogy ez kőkemény üzlet, tehát de nyilván, nagyon. Hogyha higítva van, akkor esetleg valaki jobban jár, valaki hát lehet. Vagy amikor ő megveszi ezt Kínából, és behozzák. Akkor ugye hogy nem arról kap. Szól, hogy én ezt elviszem az igazsági szakértő kutatóintézet analitikai laborába, hogy csokolom, tessék már megnézni. 100%-os organikus. És akkor, hogy ez micsoda, mert ugye ők megnézik, de ha kiderül, hogy olyan szerről van szó, amelyik rajta van a listán, akkor el is kobozzák természetesen, meg ugye eljárást indítanak ellenem. Záró kérdés, kicsit eltérve a témától. Mit jelent dr. Zahár Gábornak az egészség szó? Nekem nem olyan sok tudatosságot, azt kell, hogy mondjam. Dacára annak, hogy én azt gondolom, hogy így 53 évesen még egész jól érzem magam a saját bőrömbe. Igaz, sokat sportolok, rengeteg csokoládét eszem, elég sokat dohányzom, 37 éve pipázom, mindent szoktam enni, szóval nem vagyok egy ilyen bigott, sem fogyókúrázó, sem nem zöldbarát. Én azt gondolom, hogy az egészség nem feltétlenül csak erről szól, hogy ugye az ember fitten és jól érezze magát, hanem erről. Nekem van egy jól működő rendszerem. Ezt úgy hívják, hogy család. Nekem van egy feleségem, egy fantasztikus nő, van egy 17 éves fiam, akit imádok, és akit bálványozok, és ebből tök jól működik a rendszer, és ők nélkülözhetetlenek ehhez a dologhoz. Én elindulok otthon egy gömbből, és hazatérek otthon egy gömbbe, amiben én is a részei vagyok, mert reggel a gömb szétjön, és akkor, mikor hazaérünk, én időnként csak két nappal később, akkor a gömb az összeáll, és egy működőképes rendszer. És szerintem ez az, ami igazán az egészséget jelenti, nem csak az, hogy fit vagyok, és akkor naponta elmegyek 6-8 kilométert futni, hanem az, hogy van egy működőképes hátterem, mert ezt másképp nem lehet csinálni. És hát ugye szokták mondani, hogy mindenki saját maga szerencséjének a kovácsa, hát a saját magunk életünknek a kovácsa is lehetünk, hogyha erre odafigyelünk, és mondjuk azt a példát követjük, amiről itt az elmúlt 15 percben beszélgettünk körülbelül. Doktor úr, köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen.